Beindult a nagy üzen Brüsszelben, holnap szavaznak az EP képviselők a migrációs paktumról, amely kimondja, hogy a tagállamoknak kötelező lesz migránsokat befogadniuk. A paktum régóta napirenden szerepel Brüsszelben, a magyar kormány szerint, ha ezt megszavazzák, azzal migráns gettók jönnének létre Európában. Magyarországról is vitáznak majd holnap a képviselők immáron sokat nyára. Szakértők szerint a brüsszeli bürokraták láthatóan versenyt futnak az idővel, és az a céljuk, hogy még a júniusi EP választások előtt áteröltessenek nekik tetsző döntéseket a tagállamokon. Most még nyugodt az Európai Parlament környéke, szerdán és csütörtökön viszont ismét munkához látnak a képviselők, most tartják az utolsó előtti ülést a nyári EP választás előtt. Magyarország is napirenden lesz, így hazán komoly támadásokra számíthat, tárgyalnak például a hetes cikk szerinti eljárásról és a kínai rendőrök magyarországi járőrözéséről is. A brüsszeli bürokraták láthatóan versenyt futnak az idővel, a képviselők ugyanis szavaznak majd a migrációs paktumról is, amivel a többi között migránsgettókat hoznának létre az Európai Unió területén. We to the vote, okay. Az Európai Parlament Líbe Bizottsága még februárban fogadta el a rendelet végleges szövegét. Ez kötelező szolidaritást ír elő, és elvárja a menedékkérelmek gyorsabb elbírálását, de azt is kimondja, hogy a tagállamoknak választaniuk kell, vagy befogadnak migránsokat, vagy fizetnek. Szakértők szerint az újabb terv újabb meghívólevelet is jelent az illegális bevándorlóknak, és ahelyett, hogy megállítaná a migrációt, inkább megszervezi azt. A migrációs útvonalak ráadásul jelenleg is aktívak. A Frontex márciusi jelentése szerint a földközi tenger keleti medencéjében duplájára, a Kanári-szigeteken pedig ötszörösére nőtt azoknak a száma, akik illegálisan akartak az Európai Unióba jutni. A három és fél éve készülő migrációs paktumot a plenáris ülésen várhatóan mégis elfogadják a képviselők. Elemzők szerint a brüsszeli bürokraták mindent megtesznek azért, hogy a tervet még az LP választások előtt áterőszakolják a tagállamokon. Ezzel az lehet a cél, hogy az új összetételű Brüsszeli parlament később ne változtathasson a döntésen. Európában attól rettennek, hogy a status megbomlik. Brüsszelben attól félnek, hogy az eddigi politikai erők vereséget szenvednek majd az LP választáson. Erről a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója beszélt. Boros Bánk Levente rámutatott, ha Brüsszel jól végezte volna a dolgát, akkor nem lenne mitől tartania. Nem beszélnénk erről, hogyha minden rendben lenne Európában és vagy a nyugati világban, beleértve a transatlanti együttműködést. Nem kellene attól félni, hogy az a balliberális dominancia, ami eddig Európát jellemezte és Brüsszel központból irányította az európai együttműködést, jól végezte volna a dolgát. De láttuk, a Covid-ban elbuktak, láttuk a korábbi gazdasági válságban elbuktak, nem tudták kezelni a, a Európára nehezedő migrációs kérdést. Orbán Viktortól és a jobboldal előretörésétől retteg a politikó. Ezt a Magyar Nemzet írta hétfőn a brüsszeli labban megjelent írásra hivatkozva. A politikó szerint ugyanis Orbán Viktor ideológiai támadást indított Brüsszel ellen. Szerintük a magyar miniszterelnök szövetségeseket keres, hogy átformálja az Európai Uniót. A magyar nemzet szerint ezzel még a brüsszeli politikó is elismeri, hogy a júniusi EP választáson erősödhet a jobb oldal. Ráadásul ezzel csak nem egy időben kezdődik majd a magyar soros elnökség is, amelynek fő témája a migráció és az unió balkáni bővítése lehet. Az Európai Parlament évek óta harcolt a migrációs paktumért, amely a várakozás szerint holnap tehát megkaphatja a szükséges többséget. Furcsán hangzik ugyanakkor, ám a képviselők mégsem elégedettek teljesen. Kapcsolunk a részletekért Brüsszelbe, tudósítónkhoz Baracka Eszterhez, Servus Eszter. Ma sajtótájékoztatót tartottak a paktumért felelős képviselők. Mi nem tetszik nekik? Nos, először is azt kell tudni, hogy ez a migrációs paktum kilenc jogszabályból áll, ezek nagyon eltérőek, és mindegyik más okból és más célból fontos valakinek, vagy pedig kevésbé fontos, ezért aztán egységes véleményt alkotni egyszerűen nem lehet róla, de az egyértelmű és jól látszik, hogy a képviselőkben maradt némi hiányérzet, kiben ezért, kiben azért. A bal oldalon nem is titkolják, hogy ők többet szerettek volna egy sokkal liberálisabb befogadáspárti paktumra törekedtek, de kompromisszumot kellett kötniük a tagállamoktól, tagállamokkal, és tekintettel a korábbi kudarcokra már ezt is eredménynek tartják, ahogy egy német szocialista képviselő ma elmesélte, amikor leültek tárgyalni, akkor egyszerűen úgy festett, hogy ez nem fog menni. Juan Fernando López Aguilar, aki a Libe Bizottság spanyol szocialista elnöke ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, ha a végeredménytől senki sem boldog, én sem vagyok az, de ha az a kérdés, hogy hoz -e javulást a paktum, azt mondom, igen. Egy svéd kollégája, egy néppárti képviselőről van szó, ő azt mondta, a mostani helyzetnél minden jobb, visszavesszük az ellenőrzést a migráció felett. Ő egyébként elsőként a kötelező szolidaritási elemet emelte ki, amit komoly elmozdulásnak, eredménynek nevezett. A sajtótájékoztatón felszólaló képviselők egyébként jelezték, hogy ők meg fogják szavazni holnap a paktumot, és másokat is erre bíztattak. López Aguilar szerint borzasztó lenne, hogyha elbuknának. Egy kivétel egészen biztosan van, a szélső bal már jelezte, hogy ők, ahogy eddig is nagyon kritikusak voltak a paktummal, nemmel fognak szavazni holnap is. Szerintük ugyanis semmit sem old meg éppen ellenkezőleg, meg fogja adni a kegyelem az európai menedékjognak. A szélső bal frakció ezért holnap szó szerint temetést is rendez holnap az Európai Parlament épülete előtt. Eszter, kérlek, maradj még hamarosan, ugyanis folytatjuk.